Ne jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, kinek mi van, ugye amikor nézi, üdvözlök mindenkit. Ez most egy ilyen kiegészítő vlog a tegnapi vlogokhoz. Kivételesen most itthoni körülmények között, mert hogy kint ömlik az eső. Szóval az egy kiegészítő vlog, mert egyrészt ugye el kell mondanom, hogy tévedtem tegnap bizonyos dolgokban, másrészt el kell mondanom, hogy mi volt szerencsés Sikári kollega általam. Tehát tegnap készült egy vlog Dinsgate vasútállomás peronján, és akkor érkezett be pont a vonatom, amivel tovább kellett mennem. Így arról a vonatról természetesen nem tudtam felvételt készíteni, mert futában nem lehet, és ugye a vonatindulást meg nem lehet úgy felvenni, hogy rajta kéne legyek a vonaton. Viszont ugyanaz a típusú szerelvény érkezett, nem ugyanaz a pályaszámú, de ugyanolyan típusú szerelvény érkezett, ugyanattól a szolgáltatótól visszafelé. Így, ha nem is Dinsgate állomáson, de Wellingtonban kiállomáson sikerült egy felvételt készíteni, amit láttatok is, ugye a vonatindulás Rikári kedvéért című videóban. Ez a Transport for Wales szolgáltatónak a vonata, és ugye ezek a járatok Walesben teljesítenek szolgálatot, de természetesen átjönnek Angliába is, mint a példa mutatja. Na, szóval, hogy ez volt a szerencse ebben. A szerencsétlenség része az az enyém volt, ugyanis én azt terveztem, hogy a délután fél ötös vonattal ugye hazajönnék, de azt a járatot törölték, és a peronőr azt mondta, hogy van egy másik opció, ugyebár egy órával később indul egy vonat, amivel haza tudok menni, közvetlen járat, ide Wellingtonba. Hát nem mondom, most egy órát nem fogok dekkolni a peronon erre várva, úgyhogy a másik opciót választottam, hogy akkor elmegyek a Manchester Oxfordról állomásra, mert az tényleg állomás. És a Manchester Oxford Road állomásról hát visszajövök kvázi, tehát egy megállót úgymond visszajövök, csak annyi a különbség, hogy az a vonat, amivel visszajöttem volna, az ugyanúgy megáll Deansgate állomáson, hogy mondom, hát akkor sok értelme nincsen, csak hát ugye azt a járatot törölték, amivel visszajöttem volna Deansgate állomásra, úgymond, de tehát tovább is megyek, és ezért az volt, hogy akkor az egyetlen opció, hogy egy későbbi vonat, ami viszont nem Wellington centrálba jön, hanem Wellingtonban kiállomásra jön, azzal jöttem haza, viszont így elkaptam ugyanazt a típust, mint amivel odafele mentem, és amit Rikári kollega hiányolt. Na, ez volt a szerencse része Rikárinak. Ami pedig a pontosítást illeti, azt mindjárt mondom. Na szóval a pontosítás, az mondtam ugye a Dinsgate vlogban, hogy egy bízbel hiba miatt hát félborult az egész menetrend, és egy csomó járatot töröltek, ami megjön, az meg 10 perc késéssel jön. De most kiderült menet közben, tehát konkrétan ugye Oxford Road állomáson volt az egyetlen hely, ahol ki volt plakátolva, hogy, és online sem tájékozódtam, mert ugye ahol a jegyet vásároltam applikációban, ott sem tüntették ezt föl, hogy most ugye majdnem minden vasárnap, egészen augusztus végéig pályakarbantartási munkálatok folynak, és emiatt egy csomó járat vagy késve közlekedik, vagy törlik. Egyetlen szépséghibája volt a dolognak, hogy nem voltak előre meghatározva azok a járatok, amik törölve lesznek, hanem én nem tudom milyen indítatásból, tehát nem biztos megvan ennek a logikája, csak én nem tudom mi volt az, de hogy körülbelül minden harmadik vonatot indítottak el, és azt is 10 perc késéssel. Mivel Manchesterben azért sikerült több pályaudvart is meglátogatnom, akaratomon kívül, ezért meg vasútállomást,
ezért biztos vagyok benne, hogy valahol Liverpool tájékán volt ez a karbantartás, de erről sem volt semmilyen információ vagy tájékoztatás, úgyhogy pontosat nem tudok mondani. A lényeg, hogy nem lustaság, meg nem egyszer Bisberg hiba, hanem konkrétan karbantartás van, és amiatt vasárnaponként, ha nem is minden vasárnap, de a legtöbb vasárnap augusztus végéig ilyen fennakadások lesznek. Voltak is, meg lesznek is. Úgyhogy én itt most megkövetem a National Rate, mert én mondtam hülyeséget, tehát nem ők a lusták, hanem a karbantartás miatt van ez. Maximum annyiban lusták vagy, annyiban tehetnek róla, ha ők tehetnek róla, hogy nem lett kommunikálva ez. De mivel leginkább a Northern Service vonatait illeti ez a kritika, mondjuk így, tehát lehet, hogy maga a Northern Társaság az, aki, tehát az Északi Vasút Társaság az, aki felelős, mondjuk ezért, hogy nem lett kommunikálva rendesen. Csak az állomáson lett ki, itt a Cepahozban, de az is csak Manchesterben, Manchester Oxford Roadon, illetve azt hiszem a Piccadilly-n volt még ilyen tájékoztató plakát erről. Na, hát ezek lettek volna, meg a bárány felhők. Ja, még valami, miért elfelejtem. Egy fontos dolog van, ha minden igaz, nem tudom az időpontját, hogy ez hogy lesz, mert hiszen most vannak a próbafutásai egy új típusú szerelvénynek Liverpoolban, ha már Liverpoolt említettem. Liverpoolban ugye a Merseyrail, ami kvázi olyan, mint nálunk a HÉV Magyarországon, azoknak a szerelvényeit lecserélik folyamatosan. Hát igen, muszáj, mert már bőven túl vannak a nyugdíj korhatáron, hiszen már több mint 40 éve ezek járnak, ha jól tudom, vagy talán még több is, és muszáj volt korszerűsíteni, és lecserélik ezeket, ha jól tudom, akkor a Bombardier, talán a Bombardier vonataira, ha nem, akkor majd utólag kommentbe, vagy rögzített kommentbe majd leírom, hogy kiktől szerezték a vonatokat. A lényeg az, hogy a 777-es osztály folyamatosan fog forgalomba állni az ősztől, a próbafutások már zajlanak, és ha minden igaz, akkor hát vagy augusztustól, vagy szeptembertől kezdenek majd rendes forgalomba állni, és amint elkezdik a menetrend szerinti futásokat, akkor biztos, hogy elmegyek egy túrára velük, és meglátjuk, hogy megpróbálom összehasonlítani a régi zörgő-csörgő járgányokat ezekkel az új hipermodern 777-esekkel, és hát eléggé szubjektív módon, mivel nem értek hozzá, de megpróbálom mégis valamilyen módon a kettőt összehasonlítani egy videó keretében. Hogy ez mikor kerül sorra, hát majd meglátjuk, ja? Igyekszem ezt vagy augusztusban, vagy legkésőbb szeptemberben abszolválni. Na, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, mindent, feliratkozást, lájkot, esetleges kommentet, esetleges... Jó, úgyhogy mindent köszönök, és akkor hát valamikor héten még találkozunk. Bye everybody!